Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 34. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Stágel Bence és Szilágyi Péter jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Állami Számvevőszék 2010 évi tevékenységéről szóló jelentés, valamint ennek elfogadásáról szóló a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság által előterjesztett országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája a lezárásig. A beszámolót J/3137-es számon, a határozati javaslatot pedig H/3427-es számon, a Gazdasági Bizottság ajánlását pedig H/3427-1-es számon kapták kézhez a képviselők. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Páholyban helyet foglaló Varvasovszky Tihamér alelnök urat, a Számvevőszék vezetőit és munkatársait, akik figyelemmel kísérik a napi rendi pont tárgyalását. Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztői expozé következnek. Megadom a szót Domokos László úrnak, az Állami Számvevőszék elnökének, a napi rendi pont előadójának 30 perces időkeretben. Öné a szó, elnök úr. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt államtitkár úr! Az Állami Számvevőszék elnöke hagyományosan az Országgyűlés plenáris ülése előtt ad számot az intézmény éves tevékenységéről. E lehetőség számomra másodízben adatik meg, de miután az önök megbízása alapján 2010 második felében vehettem át a szervezet irányítását, először van módom arra, hogy egy olyan időszak munkájáról számoljak be, amely alatt közel fél évig a szervezetet már én vezettem. A 2010. évi beszámolási időszak sajátossága, hogy az intézmény működése két élesen elkülöníthető periódusra bontható. Kérem, engedjék meg, hogy ezekről külön-külön is szóljak, és röviden felvázoljam a jövőre vonatkozó elképzeléseimet is. Amint az önök előtt is jól ismert, a legfőbb ellenőrző intézmény 2010 első félében választott vezetők nélkül működött, ráadásul az alelnöki pozíció már 8. éve volt betöltetlen. Ezen időszakban a választott vezetők hiánya működési és alkotmányos kockázatot is jelentett. Közel 7 hónapon keresztül az elnök nevében eljáró főtitkár irányította a hivatal szervezetet. Így formailag ugyan biztosított volt a működés, de korlátozott jogkör csak a halaszthatatlan feladatok ellátását tette lehetővé, mivel a főtitkár nem helyettesítette a számvevőszék elnökét teljes körűen jogai érvényesítésében és kötelezettségei ellátásában, így szakmai, szervezeti fejlődést megalapozó döntések elmaradtak, a képviseleti, illetve helyettesítési jog korlátai miatt az intézmény munkáját is érintő hátrányos költségvetési intézkedések születtek. Az új számvevőszéki vezetés jelentős determinációval és számos szakmai és irányítási kihívással szembesült. A 2010. évet a számvevőszék szempontjából is a változások és kihívások meghatározó kettőssége jellemezte. A világgazdasági környezet közelmúltban bekövetkezett átalakulása még nem fejeződött be. Mint minden gazdasági és társadalmi szereplőnek, nekünk is reagálnunk kell a külső környezeti változásokból eredő új feladatokra. Meg kell találnunk, ki kell dolgoznunk a változásokra adott saját válaszainkat. Az új vezetés hivatalba lépése után intenzív, jövőépítő munka kezdődött meg. Széleskörű szakmai együttműködéssel elkészült az intézmény egyik alapvető fontosságú dokumentuma, a célokat, az ezekhez vezető irányokat, szakmai feladatokat rögzítő középtávú stratégia, amelynek szövegét az önök elé terjesztett tájékoztatóhoz
beszámolóhoz függelékben csatoltunk. A közös munka eredménye, hogy a stratégiában megfogalmazott jövőkép, küldetés, alapértékek, valamint a szakmai, módszertani és szervezeti fejlesztési irányok mellett nem csak a számvevőszék vezetése, hanem munkatársai is elkötelezettek. A számvevőszéki célja, hogy ellenőrzéseivel hozzáadott értéket teremtsen és közpénzt takarítson meg. Fontos számunkra, hogy megállapításainkkal, javaslatainkkal képesek legyünk érdemi hatást elérni, szükséges változásokat kezdeményezni. A célok eléréséhez a megoldandó feladatokra rugalmasan reagáló szervezet szükséges, amely oly módon képes megtalálni a megfelelő szakmai, szervezeti és stratégiai válaszokat, miképpen az természetes módon külső elvárás is, önök elvárása is, hogy működése még inkább a takarékosság, a hatékonyság és a fenntarthatóság irányába mozduljon el. Arra törekszem, hogy a szervezet szakmai és módszertani fejlesztésével párhuzamosan zajló, a hatékonyságjavítást célzó szervezetfejlesztési lépések megvalósításával valós társadalmi problémákra fókuszáló, értékteremtő intézménnyé váljon és maradjon meg továbbra is a számvevőszék. Mint önök is tapasztalhatják, a megkezdett fejlesztési munkák részeként a korábbi számvevőszéki éves jelentések felépítésétől, terjedelmétől eltérő tájékoztatót állítottunk össze, hasznosítva a hasonló típusú dokumentumok elkészítésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat. Eredményeinkre fókuszálva, észszerűbb terjedelemben, feszesebb megfogalmazásokkal mutatjuk be szakmai feladataink teljesítését, valamint az ezek eléréséhez hozzájáruló háttértevékenységeinket. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! A számvevőszéki munka folyamatosságából adódóan munkánk a 2009. decemberében jóváhagyott, 2010 évre szóló éves ellenőrzési terv alapján jó részt meghatározott volt. Az éves programban 65 ellenőrzési feladat szerepelt, melyek közül évközi tervmódosításokkal három ellenőrzési témát töröltünk, valamint a kormány felkérésére egy, elnöki döntés alapján pedig további 5 új ellenőrzési témát vettünk föl. 2010-ben végül 46 jelentést tettünk közzé, ezek közül 6 jelentést főtitkári, míg 40 jelentést az év második felében elnöki, esetenként alelnöki aláírással. A költségvetési véleményünket, illetve a zárszámadás, a Magyar Távirati Iroda ZRT és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT ellenőrzéséről szóló jelentéseinket a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtottuk be az országgyűlésnek. Ellenőrzési erőforrásaink mintegy 2/3-át a törvényekben különféle rendszerességgel előírt feladatok teljesítésére fordítottuk, és az így szerzett tapasztalatokat, ellenőrzési eredményeket 33 jelentésben adtuk közre. Az erőforrások fennmaradó 1/3-át használtuk fel olyan témák ellenőrzésére, amelyek végrehajtásának gyakoriságát törvény nem rögzíti. Ez utóbbi elnöki döntés alapján választott ellenőrzéseinket többségében a teljesítmény ellenőrzés módszertanának alkalmazásával teljesítettük. Minden év kiemelt fontosságú feladata, így volt ez 2010-ben is, a zárszámadás ellenőrzése. Teljes körűen vizsgáltuk a központi költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai elszámolásának megbízhatóságát. A központi költségvetési fejezetek kiadási főösszegének minősítésére 52 pénzügyi ellenőrzésünk irányult. Ezek közül elutasító minősítéssel 3 ellenőrzésünk zárult. A beszámolók megbízhatóságának értékelésénél jellemző és visszatérő hiba volt a jogszabályi előírások megsértése, a mérlegsorok leltárral való alátámasztásának a hiánya, a pontos és teljes körű vagyonnyilvántartás hiánya, valamint a fedezet nélküli, hosszú távú kötelezettségvállalás.
Mindezek mellett azt is megállapíthattuk, hogy az egy évvel korábbi zárszámadási ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése sem történt meg teljes körűen. Néha érezhettük úgy, hogy következmények nélküli megállapítások voltak a számvevőszéknek. A 2011. évi költségvetési javaslat véleményezésekor felhívtuk a figyelmet a költségvetésben rejlő általános kockázatokra, minősítettük az adóbevételek és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek teljesíthetőségének kockázatát, a központi költségvetés adóbevételi tervezeteinek megalapozottságát. Nem tudtuk ugyan teljes körűen megítélni, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeltük, hogy a 96%-ról 33%-ra csökkent azoknak az adóbevételeknek az aránya, amelyekről nem tudtunk véleményt mondani. Ismét jeleztük az önkormányzati feladatok és azok finanszírozása között egyre jobban tátongó rés veszélyeit, az utóbbi időszakban megduplázódott adósságállományt, az önkormányzati gazdasági társaságok egyre nagyobb, tartós kötelezettség vállalását.